Elkezdődött a harmadik körös oltás Magyarországon. Augusztus 1-től már a lakossági portálon is lehet időpontot foglalni azoknak, akiknek az utolsó oltásuk óta eltelt minimum 4 hónap. Ebben az 5. kerületi rendelőben egy Pfizer ampullát osztottak szét az első jelentkezőknek. Gusztáv 2 Sinopharm után jött el egy adag Pfizerért. Hát várhatóan jön a 4. hullám, és ettől, hogy nagyon jó, hogy esetleg teljes biztonságban érezzem magamat, unokák, család, mindenki. Gyula a családja és munkája miatt is úgy döntött, kér egy harmadik oltást, még mielőtt a kisfia iskolába megy. Azért döntöttem, hogy mert Sinopharm oltást kaptam, és végeztem több ellenanyagvizsgálatot, és az derült ki, hogy egyrészt nincs túl magas ellenanyag szintem, másrészt pedig azért elég magas csökkenés mutatkozott meg így a 4. hónapról, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a biztonság kedvéért mindenképpen szeretnék ráoltani. A brit, a holland és az izraeli tapasztalatokra hivatkozva Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere szerint fel kell készülni a járvány 4. hullámára. 2-szer átoltottak körében is növekszik a fertőzés gyakorisága, amiből az következik, hogy a 3. oltást előre kell sorolni és el kell indítani. A magyarországi szakmai grémiumok azokat az oltásokat preferálják, amelyik különbözik az első 2-től. Az oltás típusáról a helyszínen dönt az oltóorvos, hangsúlyozza a kormány hivatalos tájékoztatója. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai eljárásrendjét azonban több házi orvos nem tartja szakmai segítségnek. Ezért 6 neves szakértő, köztük akadémikusok, professzorok és orvosok elkészítették a 3. oltásra vonatkozó részletes szakvéleményüket. Az első javaslatunk az, hogy a Sinopharmmal oltott időseknek ellenanyagot kellene mérni, méghozzá, ha lehet, neutralizáló ellenanyagot, a vírus neutralizáló ellenanyagot, és akinek nincs, az beoltani Pfizerrel. Pfizerrel vagy Modernával, minél előbb. Ez a legelső prioritás. Kiemelten fontosnak tartják továbbá a közbizalom erősítését, hogy azok is kérjék az oltást, akik eddig elutasították.